A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. A Honda nemcsak, hogy eltökélte, de meg is valósította, hogy 2022-re minden Európában forgalmazott négykerekűje valamilyen elektromos hajtással lesz képes. Legutóbbi hibrid modelljük azonban nem csak emiatt érdekes. 2006-ban majdnem véget ért a története. Egyszer már elengedte a kezét a Honda. De aztán rájöttek, ebben a méretosztályban rajtuk kívül csak egy valaki csinálta korábban. Végül persze visszatértek, ma pedig már a harmadik nemzedéknél tart a HRV. Az első generációs HRV motor kínálata mindössze egyetlen tagot számlált, így igazából csak azt kellett eldönteni, hogy szükség van-e az összkerékhajtásra, vagy esetleg az automataváltóra. A második generáció hát ehhez képest egy óriási motor kínálattal rendelkezett, hiszen az 1.5-ös szívó mellett volt 1.5-ös turbós variáns, sőt 1.6-os turbódízellel is meg lehetett vásárolni egy nagyon rövid ideig. Aztán megérkezett a harmadik nemzedék, és ismét visszatértek az egyetlen erőforrásos kínálathoz a Honda szakemberei. Igaz, ez az EHEV jelű hibrid hajtásrendszer. Úgyhogy most gyakorlatilag csak azt kell eldönteni a vásárlóknak, hogy melyik felszereltségi szint, illetve melyik szín tetszik. Az aktuális generációt, ha megnézzük, nincs olyan a márka kínálatában, amire hasonlítana. Gyakorlatilag egy teljesen új hondás irányvonal látható rajta. Nem annyira kerekded az új HRV, mint elődje volt, a hátsó tetővonal meredekebben ível, illetve az ötödik ajtó üvegfelületét is jobban megdöntötték. Vagyis az egyik legkupésabb SUV fazont álmodták tehát meg a japán dizájnerek. Annak ellenére, hogy az összkerékhajtás az már nagyon régóta nem opció a Honda HRV-ben, itt a legújabb nemzedékben egy lejtmenetvezérlő is van ebben a változatban. Most ezt, hogyha aktiválom, akkor itt látszik is előttem, hogy éppen 3 km/h szakítunk lefele. Én semmit nem csinálok, gyakorlatilag el is vehetem innen a lábam a gázpedálról. Ő intézi a fékezést, és tessék, tényleg ennyi. Fogom csak és tekerem a kormányt, nekem semmi másra nem kell figyelnem. A 131 lóerős összteljesítmény és azért a több mint 200 Nm-es forgatónyomaték, amikor igazából minden együtt dolgozik, tehát a villanymotorok, illetve a benzinmotor is. Azért elég lendületesen meglódul ez a kis autó. Nem kell itt most fejet letépő gyorsulásokra számítani, de alapvetően nagyon kellemesen meglódul már álló helyzetből is. Menet közben azért más a helyzet, hiszen a villanymotor instant gyorsulása az hozzáadódik a benzinmotorhoz, tehát tényleg az van, hogy pillanatok alatt olyan szépen kilő. Nyilván itt a váltót helyettesítő rendszer, amit ugye beépített a Honda, talán ott van egy kicsi spét, tehát egy padlógáznál azért van egy némi hezitálás, de alapvetően szerintem nagyon jól lehet gyorsítani. Az, hogy mennyiszer megyünk villanyos hajtással, vagy pedig az, hogy hányszor megyünk a komplet rendszer teljesítménnyel, igazából mi az ég adta világon semmi mással nem tudjuk befolyásolni, tehát tényleg teljesen maga a rendszer dönti el, hogy mikor mi történik. Tehát nincsen például EV feliratú gomb, akárhogy is keresem, sehol sem látom. Tehát én nem tudom arra kényszeríteni magát a rendszert, hogy már pedig én igenis csak elektromos hajtással akarok menni, mert látom itt a hibrid akkumulátoron, hogy pont annyi nafta van benne, hogy most akár simán el lehetne vele menni. Amikor megállunk kereszteződésben vagy piros lámpánál, nem kell nekem egyfolytában taposni a fékpedált. Igen, le tudok róla lépni, és akkor megtartja az autót, viszont más modelleknél, más típusoknál, más márka autóinál, hogyha kikapcsoljuk a biztonságjövet, akkor ez megszűnik azonnal, ez az automata féktartás funkció, és amikor visszaülünk és elindítjuk az autót, akkor újra aktiválnunk kell a gombbal. Már ebből is látszik, hogy ez tényleg csak egy szoftveres megoldás, tehát tényleg valószínűleg beixelték a Honda mérnökei, hogy amikor visszaülünk az autóba, és becsatolom a biztonsági övet, onnantól kezdve ismét aktív a féktartás. Tehát egészen addig, amíg én ki nem kapcsolom itt a gombbal, egészen addig ezt ő nem felejti el, tehát nem kell nekem minden indításkor egy kis szeánszot tartani, és visszaállítgatni mindent. És akkor, ha már itt tartunk a szoftveres dolgoknál, van egy nagyon érdekes extra az autóban. A kulcsot érzékeli a csomagtartó fedélnyílás, ami egyébként elektromos mozgatású. Viszont, hogyha megnyomunk rajta egy gombot, akkor ha mi eltávolodunk az autótól, az ugye érzékeli a kulcsot,
És hogyha ezt vesz észre, hogy mi elmegyünk, akkor ő szépen automatikusan lecsukja a fedelet. Ez eddig tökéletes szerintem, mert ha már egyszer elmegyünk az autótól, akkor csukódjon is le magától, ez hibátlan. Csak hogy apró prücök, és itt most meg kell egy kicsit viszont dorgáljam a Honda mérnökeit, hogy akkor ez vajon miért nem sikerült, hogy a gomb, amivel aktiváljuk ezt a rendszert, az gyakorlatilag csak arra az egy alkalomra érvényes, amikor éppen ott állunk az autónál, és megnyomtuk a gombot. Tehát magyarán mondva, ha a következő alkalommal ugyanúgy fölcsapjuk a csomagtartó fedelet, és eltávolodunk az autótól, akkor ő bizony nem fogja magától lecsukni, hiszen nem nyomtam meg a gombot. Aztán másik, szerintem ilyen baki ezzel kapcsolatban, hogy amikor kinyitom a csomagtartó fedelet, akkor még van hangja, pittyeg. Amikor viszont lecsukjuk a csomagtartó fedelet, akkor meg se nyikkant. Tehát nem jelzi azt akár a gyerekeknek, ha például ott vannak mellettünk, vagy bárki másnak, aki a közvetlen környezetünkben van, hogy lecsukódik a csomagtartó fedél. Pedig egyébként a motoros mozgatású csomagtérfedelő autóknál ez szokott lenni. Tehát amikor kinyílik, amikor lecsukódik, pittyeg hangot ad, hogy észrevegye azt mindenki. Az új alapoknak köszönhetően még tágasabb lett a HRV. Ám míg a mágikus ölésrendszert eddig úgy oldották meg, hogy a vezető alá költöztették az üzemanyagtartályt, ezentúl már középen utazik a naftahordó. Nagyon sok kritika érte a Hondát, nem csak a HRV-t, hanem több Honda modellt is, hogy nagyon lassú a központi kijelzőnek a működése, na hát ezzel most már biztosan nincsen probléma. És hogyha körbenézünk egyébként annak ellenére, hogy egy modern autóban ülünk, igazából ami nekem kifejezetten tetszik az az, hogy vannak tekerőgombok, vannak nyomógombok, és ez azért is fontos, mert egy pár évvel ezelőtt egyébként készített a Honda egy felmérést, hogy Honda tulajdonosoknak mire van szükségük egy autóban. És természetesen az infotainment rendszer, a frissebb központi kijelző, tehát a sokfajta kütyű mellett nagyon fontosnak tartották a Honda tulajdonosok, hogy legyenek fizikális gombok az autóban. Tehát nem véletlen egyébként, hogy a HRV-ben is ezek megmaradtak. Nyilván megcsinálhatta volna full digitálisra az egészet a Honda, ahogy azt már mondjuk a második generációnál is tette, hiszen ott is a klímapanel mellett a tapipad gyakorlatilag tényleg, tehát nagyon kevés fizikális gomb van abban, itt mégis visszatértek ezekhez a tekerőgombokhoz. Van pár apróság tehát, amiket azért egy picit talán jobban átgondolhatott volna a Honda, de összességében mégis azt mondom, hogy annyira kompakt lett és tényleg jó az új HRV, nekem nagyon tetszik ez a hibrid hajtás is, és innentől kezdve az, hogy kicsi üzemanyagtartály van, olyan hatótávokat el lehet érni ezzel az autóval, tehát nagyjából 30-32 liter tankolunk mindig, viszont azért az 5-600 kilométert az tök simán el lehet vele érni. Még akkor is, hogyha bennül a család. Talán ezek a lőrészszerű ablakok a legzavaróbbak, tehát igazából ezen nem tudok én alapvetően napirendre térni. Nyilván nem fogják most az én kedvemért lejjebb vágni az ablakot, és akkor aztán majd az úgy jobb lesz, de alapvetően tényleg, tehát csak pár apróságot tudok így felsorolni, amik egy picit ilyen átgondolatlan részleteknek tűnhetnek. Összességében viszont annyira jó érzés vezetni és terelgetni a HRV-t, és úgy vettem észre, amikor többen utaztak velem, gyerekeim, illetve a feleségem is, hogy utasként se rossz egyébként a HRV-ben lenni. A Honda tanult a hibájából. Amelyik modellje egyszer jó volt, azt valószínűleg nem engedi el többet. Rövidesen megnézzük, miből lett a mai HRV, de előtte egy kis francia kitérő. Nagyon ritka, hogy az alsó középosztályban körbenéz egy prémium márka. Az utóbbi években azonban nagyon sokszor vásároltak kifejezetten drága modelleket ebben a kategóriában, így többen is szerencsét próbáltak. Az egyik legegyedibb négykerekű viszont kétségkívül a DS-től jött. Akárcsak a való életben, az autóknál is elég szűk az Elite Club, és viszonylag nehéz bekerülni. A legtöbb márka már jó pár évtizede megváltotta a helyét, és a vásárlók nagy része is ennek megfelelően válogat a kínálatból. Az újaktól tehát elég sokat várnak el a pénzes ügyfelek, és akiknél nem a számok jelentik a legnagyobb problémát, bizony kifejezetten extrém kérésekkel is előrukkolhatnak.
Még jó, hogy nem kellett másik időpontot kérnem a szervizbe. Meg tudtuk oldani, mert sajnos közben jött valami más. Hálót és üdvözlöm. Jó napot kívánok. Igen, megjöttek az autóval? Köszönöm, már jövök is. Na, ez gyors volt. 2018-ban teljesen új igazgatóságot és fejlesztőgárdát is létrehoztak, azért, hogy a DS valóban különleges autókkal jelenjen meg a piacon. Tehát egy komplett team dolgozott azon, hogy kitalálják, mivel kap többet a vásárló, ha rájuk szavaz. Mivel a tehetős embereknek időből van a legkevesebb, ezért számos lehetőséget kínálnak egy DS mellé, hogy minél több maradhasson abból. Az egyik ilyen pont a szervizes ügyintézés, amit némi plusz pénzért cserébe a márka illetékesei kezelnek. Tudom, kicsi elcsépelt a dolog, hogy egy új autót meg kell ismerni, de egy DS-nél ez abszolút igaz. Mert hogy nagyon sok dolog az nem ott van, ahol megszoktuk. Kezdve például az elektromos ablakemelő kapcsolóival, de olyan szinten odafigyeltek, hogy minden tényleg abszolút dizájnos legyen, hogy ahol fémszínű betét van, ott olyan színű a gomb is, ahol fekete, ez a zongoralak fekete, akkor ott a gomb is ugyanolyan színű, tehát nagyon-nagyon odafigyeltek. A másik az indítógomb. Egy DS-ben sosem itt van elől, ahol szokott lenni, vagy esetleg a kormányosztopon, mint ahogy néhány márkánál megtalálható, hanem itt van középen, általában vagy a középkonzol alján, vagy pedig a középkonzol tetején, attól függően melyik DS-ben ücsörgünk. Az új DS4-esben például, itt hogyha körbenézünk, akkor a középső szellőző rostélyokkal valami nem stimmel, mert mint hogyha nem lennének, van ugyanitt egy rés, de hogy ezek lennének? Hát igen, ezek azok. Először is van két darab tekerőgomb, egy-egy az utasnak, meg ugye a sofőrnek. Azzal lehet az irányt, hogy jobbra vagy balra. Aztán van itt egy ilyen nagyon szép billenő kapcsoló itt a középkonzolon, ezzel pedig lehet, hogy fel, vagy pedig lefele menjen a levegő. Szóval azért van csemege bőven a szemnek, hogyha körbenézünk, de mondhatnám akár a szépen vart műszerfal elemeket, vagy akár ezt a nagyon finom bőrt, amiben ücsörgünk. És hozzáteszem, hogy ez még nem is a drága nappa bőr, hanem ez a sima alapbőr, ami ebben az autóban van. És kár, hogy nincsen szagos tévé még egyébként, vagy illatos tévé. Egy DS-nek nagyon finom illata van, amikor beülünk. És azt tényleg nem lehet máshoz hasonlítani. Nem azt mondom, hogy becsukott szemmel azonnal megmondanám, hogy ez egy DS, de ettől függetlenül van egy nagyon finom jellegzetes párolgása a DS-ben felhasznált anyagoknak, és ezt mindig fel lehet ismerni. És ha már itt tartunk egyébként, ha esetleg egy-egy beszélgetés van, amikor valaki mondjuk egy DS-ben ül, akkor feldobhatunk új szavakat, gilosálás például, és akkor nyilván mindenki néz ránk nagy szemekkel, hogy hát az meg eszik vagy isszák. Ezek a fém elemek, amik itt vannak a DS-ben, a DS4-esben, vagy akármelyik DS-t említhetném, szóval ez a megmunkálásnak a neve, hogy gilosálás. És azokat látjuk ide bent. Nagyon szép egyébként, tehát ahova a kezünk téved, amit itt megfogunk, az mind ezzel az eljárással készült. Ha túl vagyunk a bámészkodáson, és már csak a finom illatokat szippantgatjuk a DS4-ben, pár kilométernyi vezetés után feltűnik, nincsenek rossz utak. Legalábbis nem annyira döcörgünk, mint azt megszoktuk. Ezért a DS Active Scan Suspension a felelős. A kacifántos fantázia nevű rendszer lényege, hogy egy a szélvédő mögé elhelyezett kamera elektronikus kapcsolatban van az első és a hátsó tengelyre épített egy-egy jeladóval. Menet közben az őrszem folyamatosan figyeli az autó előtti 5-25 méteres útszakaszt, illetve ellenőrzi az autó mozgását, majd a kapott adatokból egy külön számítóegység a viszonyoknak megfelelően állítja lágyra vagy éppen feszesre a lengéscsillapítókat. Ez egy tölthető hibrid változat a DS4-esből, 30 egy-néhány kilométer tud elmenni tisztán elektromosan. Az más kérdés, hogy a gyáriak több mint 50 kilométert ígértek, de lényeg az, hogyha feltöltjük az akkumulátort, ami egyébként hát kétféle módon is történhet, lehet az utcán, ugye a szokásos töltőállomásokon, amik vannak most már, illetve töltőpontokon, itt nagyjából másfél óra alatt szippantja magába. Otthon viszont azért, tehát az otthoni hálózaton ott hát változó, de igazából ha teljesen lemerül az akkumulátor, akkor ez egy ilyen 5,5-6 órás művelet. Erre bizony már sokan azt mondják, hogy ezért elő sem kell venni a kábelt egyébként. Félig meddig igaz is, de azért mondom csak, hogy félig meddig, mert hogy ha töltögetéssel tényleg foglalkozunk, akkor nagyon keveset fogyaszt ez az autó. Tehát főleg amikor ilyen rövid távokat megyünk, amikor tényleg nincsen szükség a benzinmotorra,
És akkor olyan számokat látunk itt a fedélzeti komputeren, plusz a másik az, hogy mivel az összteljesítmény az 225 lóerő, ahhoz kell az elektromos hajtás is, és hogyha föl van töltve rendesen az akkumulátor, akkor nyilván ezt sokkal többször ki tudjuk aknázni, mint amikor egyszerű hibridként használjuk. A vezetése az ugyanolyan, mint bármelyik személyautónak, már csak amiatt is, mert hogy a franciák azok nem nagyon erőködnek bolygóművel, meg CVT-váltó, meg hasonló dolgokkal. Itt is egy rendes 8 fokozatú automata váltó pakolgatja a megfelelő fokozatokat, amikor megy a benzinmotor. Nyilván amikor leáll, akkor nincsen rá szükség, mert akkor a villany hajt. A DS4 Cross E-Tense kilóg a prémium kategóriák sorában, főleg mert kevesen ismerik fel a jellegzetes emblémát. Szóval itt az idő megjegyezni. 23 év alatt egyszer majdnem elengedte a HRV kezét a Honda, ráadásul pont akkor, amikor mindössze egyetlen konkurense volt. 1999-ben még nem voltak olyan népszerűek az emelt hasmagasságú járgányok, mint napjainkban. Sokkal szívesebben vitték haza a kombikat, sőt már az egyterűek is egyre több család udvarán parkoltak. A Hondánál mégis úgy látták, ez lesz a legalkalmasabb időpont arra, hogy útnak indítsák a HRV-t. Mint a legtöbb négykerekű, a HRV is koncepcióautóként kezdte. A Honda az 1997-es tokiói autókiállításra vitte magával a J-Mover szériát. A három járgány abban egyezett, hogy alapjuk a logó kis autó volt, a különböző felépítmények azonban más-más célközönségnek szóltak. A JWJ Fantázia nevű SUV különlegessége, hogy szinte alig változtattak végül a széria érett modellen, ez lett a HRV. A Honda olyan fiatal 25-35 év közötti korosztályt célzott meg, akik szeretik az aktív időtöltést, és fontosnak tartják a stílusos megjelenést. A motorválasztással nem kellett túlzottan sokat bajlódni, hiszen mindössze egyetlen egy darab 1,6 literes erőforrás állt rendelkezésre, igaz kétféle teljesítmény szinten. Váltóból az 5 fokozatú kézi volt az alap, és lehetett választani Hondától egyáltalán nem szokatlanul egyébként CVT egységet is. Az összkerékhajtás pedig igazából már a kezdetektől ott volt, mint opció. Még 1999-ben bemutatták a plusz két ajtóval meghosszabbított HRV-t is, ami végül 2000 elején került a kereskedésekbe. Bár nem valószínű, hogy a Honda szándékosan rúgta magát saját farán, de azért több korábbi cikkben is felvetették újságírók, a HRV mindössze addig nem volt veszélyes a CRV-re, ami kizárólag három ajtósként forgalmazták. Emiatt tehát szándékos bakinak könyvelték el, hogy az öt ajtós HRV-t csak 4 személyesnek vizsgázták le, sőt némiképp furcsálták azt is, hogy a több mint 10 centivel megnőtt bódé ellenére a nagyobb változatban is pontosan ugyanakkora, vagyis 285 literes volt a csomagtartó mérete alaphelyzetben. Ezek ellenére, vagy pont a spekulációk miatt, szépen fogytak az ötajtós HRV-k is. Nyilván az ötajtós változatban lehetett a legkönnyebben bekászálódni ide a második sorba, bár hozzáteszem a háromajtósnál is, nagyon szépen előre csúszott a vezetőnek is a háttámlája, hogy minél könnyebben azért be lehessen jutni hátulra. Nyilván, akik nem szerettek hátramászni, azoknak ez kényelmetlenség volt. Nagyon sok okos megoldás volt már az első nemzedékben is. Például az első utasülés háttámlájában ott volt egy ilyen kis hálós tartó, ugyanez volt az ajtókban is, a térképzsebek gyakorlatilag, aztán az utas előtt dupla kesztyűtartó található. Tehát azért már alapvetően odafigyeltek arra a japánok az első nemzedéknél is, hogy azt a pici csomagtartót, mert kicsi volt, azért legyünk őszinték, ami abból kimaradt, azt valahogy pótolják belül. 2002-ben egy kicsit frissítettek a szérián, de ezután már hagyták a HRV-t. Szó szerint. Népszerűsége ellenére 2006-ban úgy döntöttek a Hondánál, inkább a sikeresebb CRV-re koncentrálnak. A HRV tehát búcsúzott a kínálatból. 2015-ben aztán végül megérkezett a második generáció, és onnantól kezdve már folyamatosan készülnek a HRV-k, ma pedig már a harmadik nemzedékénél járunk. Nem hiszem, hogy bárki meglepődik, de az első generációs HRV-k ma már nem nagyon látogatják a márkaszervizeket, viszont az elmúlt kicsivel több mint két évtized alatt rengeteg tapasztalat összegyűlt a modellről. A szerviz rovatot a Székesfehérvári Autócentrum Szabó Kft. Támogatja.
Motorikusan igazából nem problémás, egyáltalán nem. A Honda az továbbra is tartja ezt a nézetét, hogy a motorra nagyon odafigyelnek. A belevaló olaj, ami nagyon fontos, hogy igen, az a gyári olaj. Nem értemes más márkával cserélgetni, pótolni. Gyári Honda olaj való bele, meg fogja hálálni az autó. A gyújtógyertyák cseréje, az arra oda kell figyelni. A karosszériára viszont ott az átrozsdásodás az előfordulhat. 99-től a HRV-nél én ezt mondanám igazából típusbetegségének a karosszériát, karosszéri elemeket. És az a baj, ezzel nem is lehet sajnos mit kezdeni. Mindenféleképpen javasolnék egy márkaszervizes áttekintést. Derülhetnek ki érdekes és fájdalmas dolgok sajnos az autóról. Mi is tapasztaltunk olyat, láttunk már olyat, hogy hoztak állapotfelmérésre autót. Nagyon szépen ki volt francolva a gépjármű, majd amikor megemeltük és láttuk, hogy olajfolyás itt-ott előfordul, az tud fájdalmas lenni. Alkatrészek az első generációhoz mennyire adottak még? Után gyártott azért az kapható, a gyári viszont már kevésbé. Be lehet szerezni, mert meg lehet oldani, viszont idő, sokkal hosszabb idő. A szervizrovatot a Székesfehérvári Autócentrum Szabó Kft. Támogatta. Nem titok, mindössze 10 éves voltam, amikor elindult Magyarországon az Opel Astra gyártása. Emlékszem, egyik osztálytársamék jelezték a helyi kereskedésben, hogy szeretnének vásárolni egy ilyen autót. És cserébe kaptak akkor egy ajándékot, ami ma már nagy kincsnek számít. A kulcs azonosító száma a műanyaglapon található, ezt őrizze meg, mert e szám alapján rendelhet újat. Az ajtó nyitása a kulcs balra fordításával. Zárása jobbra fordításával történik. Csak egy részlet a majdnem egy órás videóból, amit minden magyarországi Astra vásárló megkapott. Az első években a nyomtatott verzió mellett VHS-en is járt a használati útmutató az autóhoz. Egyebek mellett ebből ismerhette meg mindenki, hol található a belső világítás kapcsolója, hogy működik a patronos övfeszítő rendszer, vagy hogy lehet szakszerűen ledönteni a második sori üléseket. Na persze, ehhez először le kellett gyártani az autókat, ami hosszas előkészítő munka után 1992-től már Magyarországon is megvolt, de kezdjünk mindent az elején. Rüsselsheim, a multinacionális cég, a General Motors európai agyközpontja. Nem kell fekete-fehér színű képekre gondolni, épp csak az 1980-as évek második feléig tekerjük az időkerekét. Az Opelnél ugyanis ekkor döntöttek úgy, bővíteni kéne a motorgyártó kapacitást. Tudatosan Közép-Európában kerestek megfelelő helyet, hiszen az ottani alacsonyabb gyártási költségek nyilvánvaló versenyerőnyt jelentettek. Miközben már tartottak a tájékozódó megbeszélések a magyar kormánnyal, fölvetődött, méghozzá magyar részről, egy autógyártó üzem is. Az Opel akkori vezetői nem zárkóztak el, főleg mert akkoriban az import autókon még jelentős vám és illetékterhek voltak. Tehát egy hazai gyártás egyértelmű piaci előnyöket jelentett. A Rába annyiban mégiscsak ugye az úttörők között maradt, hogy az Opel akkori Szentgotthárdi csarnokát, amit nem telepítettek be, pedig ott is terveztek egy nagyobb teherautó, meg mindenféle motorgyártást, hogy akkor az Opel ugye betelepedett oda. Végül a Szentgotthárdi projekt kibővült egy, elsősorban a hazai piacra dolgozó személyautógyárral, és az erről szóló megállapodást 1990. júliusában írták alá a magyar kormány és az Opel képviselői. 1990 őszén egy budapesti sajtóértekezleten az Opel akkori anyavállalata, a General Motors európai alelnöke bejelentette, az Opel létrehoz egy kereskedelmi céget és egy gyárat is Magyarországon. A hivatalos kezdet 1991. januárja volt. Ekkor jegyezték be a General Motors autóforgalmazó Kft.-t, amely még abban a hónapban megkötötte az első 10 Opel márka kereskedői szerződését hazai partnereivel. Első az csak egyszer lehet az ember, és én nekem ez egy olyan élmény, ami az egész pályafutásom alatt tulajdonképpen egyfajta muníció volt. Nekem az a szerencsém volt, hogy én voltam az első fecske. Tehát a velem dolgozó kollégákat én tudtam kiválogatni. Annak idején, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor a Szentgotthárdi gyárhoz tartoztam szervezetileg. Sem az igazgató, a Hoffmann úr, sem pedig a Lotschütz, Bernard Lotschütz névre hallgató pénzügyi igazgatónak fogalma nem volt a kereskedelmi részről, és még kevésbé arról, hogy a PR, tehát ez a fajta sajtókommunikáció mit jelent. És látták, hogy én ezt élvezem, látták, hogy sok mindent csinálunk. Igazából, amikor az első Astra legördült a szalagról, ott volt Antal József, ott volt a GM Europe-nak az elnöke,
Ezer ember volt Szent Gotthárdon. Ott, ha valakinek nem küldtünk meghívót, akkor ránk ért, hogy miért nem kapott, tehát ez egy teljes őrület volt. Nálunk a gyárban is ki van állítva egy ilyen autó, amit minden nap elmegy mellette az ember, de azért ez mégis más, amit ugye a múzeumból kapunk meg. Meg ezek a képek felelevenítik azokat a hőskori képeket, ha mondhatom így. Amikor elindult ez a gyártás, ez egy óriási esemény volt. Nagyon nagy élmény volt maga az, hogy nyugati autót gyártam, az ember igazán csak kelet-európai autókat látott. Nekem is olyan autóm volt annak idején, és tényleg valami újat csináltunk, és ez minden kollégának a fejében benne volt, hogy ez egy micsoda dolog. Nagyon szép volt a gyár, ilyen műgyanta bevonatú volt az egész gyár, nagyon szép alkatrészek, meg hát maga a végtermék is, hát úgy gondoltuk, hogy az egyik legszebb autó a piacon, amit annak idején gyártani lehetett. Mindenki rettenetesen motivált volt, hogy valami olyanba veszünk részt, amiben eddig nem vehettünk részt. Amikor elkészültek az első Astrák, és utána még van 80 ezer, akkor az azt jelentette, hogy volt Magyarországon egy itthon gyártott olyan családi autó, ami akkor az akkori viszonyok között is elérhető volt. Az ember nem minden nap lát ugye a miniszterelnököt a munkahelyén, illetve ott volt ugye a GM-nek is az európai elnöke, jól emlékszem. Sőt, később a Göncz Árpád úr is tiszteletét tette a gyárba, hát ilyet hétköznapi ember nem nagyon lát. Az ünnepi ceremónia után az egyes számú nem mozgott túl sokat, ugyanis az Opel a Budapesti Közlekedési Múzeumnak ajándékozta. Hosszú pihenő után a gyártás kezdetének 20 éves évfordulójára viszont újra megmozdult az első Astra. Miután az összes olyan alkatrészt kicserélték, ami az állástól már veszélyes lett volna egy utazáshoz, saját lábán gurult haza Szent Gotthárdra. Túlzás nélkül mondhatja az ember ilyenkor, hogy számára is egy 20 éves periódusnak valahol a lezárása, hiszen számomra ez az autó többet jelent, mint nagyon sok olyan kollégának, aki itt van a gyárban, dolgozik hosszú évek óta, nem volt itt 20 éve. Mi annak idején ennek az autónak a születésnapjára úgy készültünk, hogy talán a fiaméra se. A nagy túrázás után az első Astra viszont visszakerült a Közlekedési Múzeumba, majd újabb 10 éves Csipke Rózsika álom után 2022-ben előkerült a 30 éves jubileumra. Ám az újabb kerekévforduló nem csak emiatt lett különleges. A Szentgotthárdi gyárban egy lelkes kis csapat összefogott, hogy az udvaron 3 évtizede álló második magyarországi Astrát helyreállítsák. Míg először csak a külsőségekre koncentráltak, végül a teljes felújítás mellett döntöttek. A projekt nagy része a gyárcsarnok egyik szögletében kialakított szervízműhelyben zajlott, fényezni azonban itt már nem lehetett megfelelő színvonalon, így azt a csapat egyik tagja saját maga készítette el otthoni műtermében. Mivel mindenki csak a munkaidőn túl tudott foglalkozni a kettes számúval, 2 hónapig tartott a teljes restauráció. A bemutatóra már a saját lábán ment a Szent Gotthárdi Színházba, ahol a gyár 30 éves történetét bemutató fotókiállítás megnyitóján meg is mutatták mindenkinek. Az első Opel Astra ikertestvére ezután az Opel Szent Gotthárd gyár csarnokába került. Az F-Astrából több mint 4 milliót adtak el a teljes gyártási időszak alatt, úgyhogy ez ma a legjobban fogyó Opel. Nem is csoda, hogy gyakorlatilag nálunk Magyarországon is szinte mindenkinek van legalább egy Astrás története. Elég, hogyha csak tényleg fellapozzuk mondjuk régi autós újságokat, vagy csak az emlékeinkben keresgélünk, és szinte biztos vagyok benne, hogy tényleg mindenkinek van valamilyen kötődése az Astrához. Amiképpen az én generációmnak azért jelentett különösen nagyot, mert ugye mi a Mercury korszakban nőttünk föl, és nekem az életem első autójára is ugye úgy kellett várni, hogy ilyen 1-2-3 évet, vagy hogyha nem akartam várni 1-2-3 évet, akkor 20%-ot fizettem úgy magánembernek, aki már megkapta a soron kívül, meg minden. Úgyhogy nekem akkoriban már volt autón jogosítványom, de mindig lestük ezt az egész történetet. Eleve egy autógyár az mindig meg az autó, meg a négy kerék, de hogy tényleg gurul és így csinálták meg minden, az egy óriási történet volt. Amikor átálltunk csak motorgyártásra, ott az volt egy kis keserű szájíz, főleg azon kollégák esetében, akik az autógyárban dolgoztak, ők ugye átkerültek a motorgyártó részlegre, ami akkor futott fel, hát kellett időmire, hogy ott is az ember a motivációját megtalálta, mert azért mégis jó, hát a motor is persze forog, meg mozog, meg zajt csinál, de azért egy autó azért mégiscsak azért más. De idővel ez az érzés elmúlt. Az autógyártás az mindig a szívünk csücske volt.
mert hogy azért valami olyat állítunk elő, ami elkezd élni és mozogni. Sik volt ez az autó, és gyakorlatilag ez egyet jelentett azzal, hogy mi is léptünk egyet nyugat felé, hogy ebbe az autóba büszkén ült az ember, hogyha ránéznek, megpillantják, akkor hát azért mégiscsak ez egy olyan kvalitás, ez az autó, és egy olyan brand, ami akkor tényleg egy olyan komoly lépcsőfokot jelentett, hogy hűha. Ami furcsa kapcsolódás, hogy később, amikor a Flex motorüzem is felépült, meg a következő lépcsők jöttek, akkor gondolt vissza az ember ugyanúgy, mint az Astra generációk után erre a legelsőre, hogy azt a mindenit, az egy Szent Gotthárd, valami hihetetlen mérföldkövet tett le az asztalra, tehát nekem mindig egy ilyen szívhez szóló, barátságos helyszín marad. Szent Gotthárdon 1992 és 1999 között 80.835 Opel Astra és 4.404 Vectra gördült le a szalagokról, míg motorokból a gyártás kezdete, vagyis 1992. júniusa óta mintegy 11 millió darab készült. Bár mindegyik Astra generáció valami újdonságot hozott, az elmúlt 3 évtizedben valamiért az Opel készítői nem érezték úgy, hogy az egykori VHS-re és ezzel együtt a videós használati útmutatóra akár csak bármilyen formában is kéne utalni. Egészen mostanáig. Nem biztos, hogy ez volt a célja a tervezőknek, de én a legújabb generációs, tehát az Astra L-ben találtam egy nagyon stílszerű utalást a 3 évtizeddel ezelőtti VHS-re modern formában. És szerintem ezzel lesz kerek a mai történetünk. A parancsikon oldal gyors hozzáférés biztosít a kedvenc alkalmazásaihoz vagy funkcióihoz. A parancsikonok eléréséhez az ujját húzza el a kijelző szélétől, balra vagy jobbra a kijelző közepe felé. A parancsikon társítható egy... Azért az emlékek ilyenkor előjönnek. Ennyi volt mára, ne feledjék, 2 hét múlva jelentkezünk friss adással itt a Fehérvár Televízióban, viszont a mostanit, illetve már az előzőt is megtekinthetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. És ha már arra járnak, akkor kérem ne felejtsenek el feliratkozni sem, hogy első között értesüljenek, amikor friss tartalommal jelentkezünk. Közösségi oldalainkon, a Fehérvár Televízió Facebook és Instagram oldalán 2 adás között is jelentkezünk folyamatosan, míg a Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n írásainkat is olvashatják. 2 hét múlva a Citroen városi crossoverével beszélgetek egy kicsit, és összefoglaljuk a BMW sport részlegének elmúlt 50 évét is. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.